március 25-én volt 29 éve, hogy a Madách Színház nagy színpadán bemutatták a macskákat, ami azóta is színházunk büszkesége. Ezen a jubileumi estén beszélgettünk Malek Andrával, aki 5 éve játssza Grizabella szerepét, sőt, ekkor nézte meg az előadást Tóth Attila is, aki április 26-án fog először macskává változni. Én is az időt láttam, és teljesen oda voltam, és szétirigykedtem magam, hogy én ebben nem lehetek benne, pedig akkor még azt hiszem a konzi padjait koptattam. Klasszikus zongoraszakon még esélyem se volt, mint macska, de az, imádtam az egész darabot, a T.S. Eliot verseit. Hajnal, ne tarts tükröt a vénnek, ha csak emlék az én. Pontosan azért nehéz, mert mindenki ismeri ezt a dalt. És hát nem is olyan könnyű Romhányi József veretes szövegét elénekelni, rárakni erre az Andrew Lloyd Webber folyékonyságra. És nagyon nagy drámai hangsúly van ezen a nőn, meg ezen a színésznőn, aki bejön. Ez egy valaha jó napokat élt, hát az én macskám nem idősebb macska, hanem inkább csak egy ilyen kitoloncolt. Valamit tett, amiért a többiek kiközösítették joggal. De a szívében mégiscsak a közösséghez tartozik, és mindig megpróbálja, és mindig arcul vágják. Forduljunk Mr. Mephistopheleshez. Ő egy született varázsmacska, és ehhez nem férhet semmi kétség. Szirkes Tamás igazgató hívott föl, hogy vállalnám ezt a szerepet, hogy ne vállalnám, mondom, mi az a szerep, amit a lesz az ember el nem vállalna. 18 éve vagyok váltó nélkül. Ebben a szerepben egy kis macskát felneveltem ez alatt. Varázsmacska, de én nem tudom, hogy ez nemzetközileg is így van-e, de én amióta a színházba kerültem, és már korábban is ezt Rocker macskának hívták. Nagy feladat. Tehát majd a hátadon elviszed a darabot, ahogy látom. Hát, ahogy néztem a 29 évet, mondtál, hogy ilyen 29 év termését, hogy milyen színészek játszottak ebben, hát nagy a feladat.